Azt kéne, hogy lássák az emberek, hogy mi van itt, sokan nem hiszik el. Februárban készültek ezek a felvételek Szlovákiában a Dunaszerdahelyi Kórházban. A magyar nyelvű paraméter.sk hírportál stábja több napon át elkísérhette a munkahelyére Lackó Balázs anesteziológust és intenzív terápiás orvost. Bekerülnek ide az intenzívre, azokból, ha egy 10-ből valamennyi arányt tud mondani, akkor 10-ből mennyi kerül mindenki? Ezek közül, a betegek közül, akik így vannak, akik már leszállunk, ez 10-ből... 1,5. Az, aki kikerül innen? Igen. Azt, hogy Magyarországon mi a helyzet, nem tudjuk megmutatni. Híradónk eddig egyszer még a járvány elején forgathatott kórházban. Azóta legfeljebb kiszivárgott felvételek árulkodnak az állapotokról. Mindenhol szórjasztó. Sehol senki. Ez Budapesten készült, azt írták mellé, hogy 20 perce szólnak a riasztók, orvos meg ápoló sehol. Kásler Miklós tegnap a Hír TV-ben azt mondta, hazugság, hogy a magyar egészségügy összeomlott volna. Meg se rendültünk, Lombardia összeomlott, más nagy nyugati rendszerek kollabáltak, vagyis összeroppantak. Magyarországon ez nem fordult elő, és nagyon úgy néz ki, hogy nem is fog, nyilatkozta az egészségügyért felelős miniszter. Az, hogy meg sem rendült az egészségügy, ezt szeretném visszautasítani azok nevébe, akik nap mint nap ebben dolgoznak. Rékasi Balázs egészségügyi közgazdász, a fővárosi önkormányzat tanácsadója a hétvégén önkéntes volt egy budapesti kórház COVID részlegén, őt nem köti titoktartás. Azt mondja, 45 betegre két nővér jutott, és a lélegeztetőgépek mellett sem tudták tartani az optimális létszámot, de mindenki kapott ellátást. Vannak olyan betegek, amelyeknek az állapota alapvetőleg nem jó, inkább úgy fejezném ki magam, hogy az ő állapot javításuk érdekében nem jutott erőforrás arra, hogy megtegyünk mindent az ő javulásuk érdekében. Utasi Viktor győri fogorvos, ő a Telexnek nyilatkozott először önkéntes munkája tapasztalatairól. Amit én láttam, vagy tapasztaltam az, hogy akik ott dolgoznak, tehát egészen a vezetéstől a beteghordókig, az adminisztrációs teendőket védőkig kőkemény megfeszített munkát végeznek, úgyhogy azt érzem, hogy ők viszik a hátán ezt a helyzetet, és amit lehet megtesznek, az biztos. Penge élen táncol a helyzet, de a magyar egészségügyben lelkiismeretes, erős jellemű emberek dolgoznak, akik semmilyen körülmények között nem hagyják az út szélén a segítségre szoruló betegeket, tette hozzá utasi doktor.